Köszöntöm nézőinket! Önök a Völtségi magazint látják. Én Varga Szintia vagyok. Mutatom, mivel készültünk. Bukovinai találkozások Kétyen is. A völtségi kistelepüléseken is a székely kultúrát ünnepelték hétvégén. Egymilliárdos fejlesztések nagymányokon 6 helyen sikerült újítani a települést. Pályázat segítségével felújítják a német házat Kakasdon. Az egész település összefog. Kajszis Fesztivál Kisvejkén. Versenyeztek a lekvárok és a pálinkák. Nem csak Bonyhádon, a Völtség több településén is a székely kultúrát ünnepelték néhány napja. A bukovinai találkozások állandó programeleme ugyanis, hogy Tolna és Baranya vármegye több kis településén is rendezvényeket tartanak ilyenkor. Hagyományos viseletbe öltözve mutatták be előadásukat a Hölgyészi Székelykör néptánc csoportjának tagjai Kétyen. A fiatalok egy mezőségi és egy bukovinai koreográfiával készültek a fesztivál zárónapjára. Nagyon jó a fesztivál, nagyon jó a szervezés. Szeretném megköszönni ezt a Magyarság házának, akik nagyon sokat tettek azért, hogy ez a rendezvény ilyen színvonalon valósulhasson meg. Nagyon sok néző van, hát egy kicsit beárnyékolta tegnap délután a menet táncunkat, a felvonulást, az időjárás, és kicsit sietni kellett a végén. Ez a nem megszokott egyébként Bonyhádon. Szeretném megköszönni itt a nagy nyilvánosság előtt a kétyi székelykörnek a vendéglátását, és a Hölgyészi Székelykör részéről a Bokréta Néptánc csoport érkezett, és ma 2 műsorszámot fogunk előadni, az egyik egy mezőségi táncrend, a másik pedig egy bukovinai összeállítás. Az erdélyi Déva városából is érkeztek vendégek Kétyre. A bukovinai találkozások idején ugyanis régóta hagyomány, hogy az események főhelyszínéül szolgáló Bonyhád mellett a környező székelyek lakta falvak is megvendégelik a fellépő hagyományőrzőket. Hunyad megye Déva városából jövünk. Egy olyan nyugdíjas klub vezetője vagyok, ahol amikor azzal a szándékkal alakult, hogy a helyi hagyományőrző dolgokat felevelítsük, akár kulturális, kulináris, társadalmi események, mert megjegyzem, Déván a bukovinaiak az 5 falu leszármazottjaiból majd mindegyikből van lakos. Azok 1910-ben telepedtek le Déván. És amit még megjegyezni szeretnék, azt, hogy már én se mai gyerek vagyok, a szüleim és a nagyszüleink alakították ezt a közösséget, templomot építettek, és mondom, 1910 óta ott vagyunk. A hagyományőrzés a mi szempontunkból abban áll, hogy egyszerűen csak emlegetjük, mert a szűk és körülmények és helység miatt nincs, ahol mondjuk szövési technikát, vagy lekvárfőzést, vagy tilolást, ilyet végigvigyünk. De viszont nagyon jól esik, ha ezt többször és közösen megtárgyaljuk, vagy régi emlékeket idézünk fel. Sokszor megjegyzem, még ilyen vicces történeteket, eseményeket is elmesélünk. Az egésznek az a lényege, hogy 1910-ben a Bukovinai Székely Országos Szövetségének lehettünk a tagjai, és akkor ez nekünk egy óriási nagy öröm volt, mert kiléptünk úgymond a megye határ köréből, és más kultúrákat, ismertük meg, emberi kapcsolatokat kötöttünk, és odahaza évente mondjuk 1-3 maximum eseményben tudunk részt venni, mi a Dalárda, miután a Dalárda megalakult. Az mondjuk január 7-én van a Szikulicsidium esemény alkalmával, március 15-e az 1848-as forradalom, vagy mondjuk egy szőlőbál, disznótorokat is csinál a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, és akkor minket bedobnak, úgymond
népviseletbe, de ez a népviselet se nem bukovinai, se nem csángó, mert még a nyelvjárásunk is eltől a csángótól, és ott hozták helybe ezt az öltözetet, valóvá azok, akik a szüleink, nagyszüleink. És ez miben áll? Egy fekete rakott szoknya, fehér szedett ing, lájbi, fehér kötény, és a ruva a fejünkön. És ezt mindig csak ünnep vagy templomozás alkalmakkor használtak. Na most, ha ilyen öltözetünk van, akkor az ilyen kulturális eseményeknek megfelel, vagy nagyon jól bejön, hogy egy színfolt vagyunk bármilyen alkalommal a színpadon. Kate minden alkalommal csatlakozik a bukovinai találkozásokhoz. A hőgyészi csoport évekkel ezelőtt már járt náluk, az Erdélyből érkezőket viszont most először látták vendégül. Mi is bukovinai székelyek vagyunk, a településünk zöme az Hadikfalváról került Bácskába, és onnan ide Kétre. Egy összetartó közösség, habár most már a lakosságcsere nálunk is megindult, mint minden más településen, de ezeket a hagyományokat, ezeket mi még azért őrizzük. A hőgyészi tánccsoport, ha jól emlékszem, 2014-ben volt nálunk utoljára, amikor a település zászlaját, illetve címerét avattuk, és ők táncoltak itt nálunk a színpadon. Eltelt lassan 10 év, úgyhogy most nagyon nagy örömmel fogadjuk őket, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy mivel lepnek meg minket. A kéti vendéglátás a kulturális produkciókat követően közös vacsorával ért véget. 6 helyen is jelentős fejlesztés volt Nagymányokon a közelmúltban. Ezek összesen majdnem 1 milliárd forint értékben valósultak meg. Régóta várt célok teljesültek most, aminek a lakók is nagyon örülnek. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokról van szó. A 6 fontos fejlesztés megvalósulása Nagymányokon még az előző vezetés ciklusában kezdődött meg, amit mostanra sikerült befejezni. A majd 1 milliárd forint értékben megvalósuló újítások között szerepel a már meglévő óvoda kibővítése egy bölcsödével, ami a helyieknek is nagy segítség. Így a kisgyerekes családoknak nem kell más módon megoldani a kicsik felügyeletét. Modern, korszerű körülmények között tölthetik el a napot a kisdedek, rengeteg színes és érdekes játék között. Emellett még 5 másik fejlesztés is megvalósult a településen. Helyi bölcsödének a kialakítása, ez a már meglévő óvoda bölcsödei épület résszel került bővítésre, 14 főt tud befogadni. A másik fejlesztésünk Nagymányoki belterületi csapadékvízhálózat rekonstrukciója. Ez az újtelepi városrészben és az öregtelepi városrész egyes szakaszain valósult meg. A harmadik barnamezős területek rehabilitációja Nagymányokon. Ez egy volt iparterületnek a rehabilitációja, amiből most egy logisztikai központ lett, egy meglévő épület felújítása, egy új csarnok építése és a terület felújítása volt ennek a projektnek a tárgya. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása. Az eléggé elavult közétkeztetési konyhánknak a felújítása, illetve kialakítása ugyanabban az épületben, ez a projekt ezt tartalmazta, illetve még 2 magyar falus pályázat, az egyik a Malom utcának az útfelújítása, újraaszfaltozása, a másik meg egy anyagtámogatás Petőfi utca egy szakaszának a járda felújítására, amit a városüzemeltetési csoport kivitelezett. Igazi ünnepi hangulatú átadót tartottak eme jelentős előrelépés kapcsán a településen. A mai nappal 6 darab fejlesztést adunk át. A most átadásra kerülő projektek az előző vezetés időszaka alatt kerültek benyújtásra és kivitelezésre. Megtiszteltetés számomra, hogy polgármesterként részt vehetek ezen az átadón, melyek mindegyike jelentős és a lakosság számára már nagyon várt fejlesztés volt. Van 6 projekt zárására került sor, illetve ünnepélyes átadására a mai napon. Ebből a 6 projektből 4 volt területi operatív programban elnyert beruházás, illetve végrehajtott beruházás, és 2 magyar falus beruházás volt, ez a magyar falu programban elkészült projektekről van szó. Ha összeadjuk a forrásokat, akkor közel 1 milliárd forintos
fejlesztésről van szó. Nyilván még itt nem beszélünk azokról a kisebb munkákról, amit önkormányzati dolgozók, szülők és mások tettek bele ezekbe a projektekbe. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a vidék Magyarországát fejlesszük, hiszen a magyar kormány is alapvetően a vidéki Magyarországot képviseli, a parlament döntő többsége is vidéki képviselőkből áll, úgyhogy számunkra nagyon-nagyon fontos az, hogy mind Nagymányok, mind a környező települések, mind pedig az egész vármegye fejlődjön. Az államtitkár elmondta, nagyon fontos a vidéki Magyarország fejlesztése, a kormánynak is ez a célja. A kis települések felvirágoztatása által jut előrébb az ország, illetve az ott lakóknak is megkönnyíti az életét egy-egy jelentősebb újítás. A kakasdi német közösség tagjai megkezdhetik végre közösségi házuk felújítását. Az önkormányzattal közös épületek korszerűsítése már régóta esedékes volt. Most ez sikerülhet egy pályázati forrás segítségével. Az épület energiatakarékossága így most végre megvalósulhat. A kakasdi önkormányzat régi célja valósulhat most meg. Az energiahatékonysági pályázat elnyerésével korszerűsíthetik az épületet. Az ingatlan napi szinten használják, tehát elengedhetetlen lenne, hogy a zajszint alacsony legyen, és a fenntartása is kevesebbe kerüljön. A kakasdi német önkormányzatnak az udvarában vagyunk, és nemrégiben lehetőségünk adott arra, hogy a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatok államtitkársága által meghirdetett pályázaton részt vegyünk, és az 5 milliós megcélzott támogatásból 3 milliót sikerült elnyerni, és ennek megfelelően a pályázatkirása szerint energiahatékonysági pályázatról van ugyanis szó, az utcafronton lévő nyílászárok cseréjére fog sor kerülni, és még a hátsó szomszéd felé, a szekszárdi oldal felé kis ablakokat is fogunk kicserélni. Ettől nagyon sok mindent remélünk. Tehát ahogy a neve is mondja, energiahatékonyságról van szó. Ez azt jelenti, hogy a fűtés sokkal kevesebbe fog kerülni, és azt is reméljük ettől, hogy a zajszint is le fog csökkenni, hiszen nagyon sok rendezvényünk van, és például a német önkormányzat által fenntartott német nemzetiségű kórus is itt próbált rendszeresen, és folyamatosan érkeztek a visszajelzések, hogy a forgalom olyan nagy, hogy a próbát nagyon megnehezíti. Most ettől a pályázattól is azt reméljük, hogy ennek is jobban meg fog tudni felelni, és nem fogjuk annyira hallani a teherautók, autók zaját, ami az utóbbi időben nagyon megnövekedett, és a próba is jobb lesz, és a rendezvényeket se fogja zavarni, hiszen nagyon sok rendezvénynek ad helyt ez az épület. A széles körben használt épületet így komfortosabbá tehetik majd a közösség részére. Gyakran vannak olyan rendezvények, amelyek az elő egész települést érintik. Így például a január utolsó szombatján tartott Székesván felvidéki disznóvágásnak is itt adunk helyt. Ez már több mint 20 éve folyamatosan zajlik ez az esemény, de a Német Egyesület is itt működik, gasztronómiai esteket tartanak, de nyáron német nemzetiségi tábornak is helyt ad az épület. Az önkormányzat és a német nemzetiség közösen is rengeteg programot szervez. Az elmúlt években összetartó kis közösség alakult ki a településen. Nagyon örültünk, amikor tudomást szereztünk róla, hogy a német önkormányzat egy nyertes pályázatot tudhat magának, hiszen önkormányzati épületről van szó, ahol az német önkormányzat, kakasdi német önkormányzat irodája található, és itt működik a kakasdi kisebbségi egyesület is. A kakasdi életet színesíti a németség, a Német Egyesület önkormányzat jelenléte, és nagyon sok mindent karöltve tudunk megvalósítani. Ennek egy szép példája lesz ennek az épületnek az ez irányú felújítása, itt energiahatékonyságról van szó, ami nagyon fontos a mostani energiaárak függvényében. A német önkormányzattal sok mindent meg tudunk valósítani. A település egyik nagy rendezvénye a
január végén megrendezésre kerülő hagyományosan székely-sváb és felvidéki disznóvágás, amelynek ez az udvar, ez az épület ad egy részének lehetőséget a megrendezésre. Ennek a pályázatnak a megvalósítása további lehetőségeket teremt a faluban élő embereknek, hogy minél több rendezvényt tarthassanak majd itt. Hogy ez az épület minél sokrétűbben kihasználhatóvá váljon, hiszen nem csak a német önkormányzat éli ezt az épületet, hanem rendezvényekre, kiadásra kerülhet, közösségi élet szintere. Volt nemrégiben megrendezés során a gyermekek ebédeltetése történt itt például, amit a Kakasdi önkormányzat közösség szervezője megvalósított, egy népszerű gyermektábort, és ott közösen a német egyesülettel került sor a megvalósítására, és a gyerekek ide jöttek például ebédelni, ahol nagyon finomat főztek, és német jellegű ételeket az asszonyok a gyermekek nagy örömére. Sok példát tudunk mondani, tehát a német kórus fölkészítését, a német testvértelepüléssel történt találkozások alkalmával is mindig otthon ad ez az épület, úgyhogy csak gratulálni tudunk a német önkormányzatnak a sikeres pályázathoz, és továbbra is ígérjük, hogy amiben tudjuk, támogatjuk őket. De a felújítás itt nem áll meg, az önkormányzat szeretne még pályázni a tető teljes cseréjére is. Augusztus első hétvégéjén tartották a híres Kajszis Fesztivált Kisfejkén. Közelről és távolról is nagyon sokan érkeztek a nem mindennapi programokra. Volt itt lekvárverseny, pálinka bemutató, de még egy vonat alakú piskota tekercset is készítettek a helyi asszonyok. Augusztus első hétvégéjén az idő sem szegte senki kedvét Kisfejkén. A településen ugyanis ismét megrendezték a Kajszis Fesztivált. Ha pedig barack, akkor pálinka is biztosan készült, amit aztán szakértő zsűri bírált. Tíz minta érkezett be, egész minőségiek. Kizárásra nem kerül sor, a legtöbb ilyen ezüstérem, valamint aranyérem, ami helyezéseket kapott. Az érdeklődők megismerkedhettek ennek az italnak a különböző készítési módjaival is. Hát egy jó kajszi pálinkának egyrészt az alapja jó gyümölcsből készüljön, finoman legyen, vagy finom gyümölcs legyen összeválogatva, legyen rendben az erjesztés, legyen jól lefőzve, és ennél kívül jó legyen az érlelés, megfelelő idő után egy tökéletes pálinkát kapunk. Amit el lehet rontani, nagyon sokan megcsinálják azt, hogy nem a legszebb gyümölcsöket válogatják bele a cefrében, nem azt, amit feltétlenül a gyermekeinknek odaadnánk. Hiba lehet még az, hogyha melegen elried a cefre, tehát kint hagyják a napon, udvaron, nem egészen úgy készül el, ahogy annak meg kellene történnie, valamint a főzés során tudnak még rengeteg hibát megejteni az emberek, hogyha maguk főzik. A településen már sok éve ez a falunapi rendezvény a legnagyobb, amely a helyi közösség apraját, nagyját megmozgatta. Ez a Kajszi Fesztivál 2007-ben kapta ezt a nevet, előtte is volt már falunapja a településnek, viszont az akkori vezető és a településnek úgy gondolta, hogy Kisfejke ugye barac termővidék, és a barachoz kapcsolva kapta a nevet a fesztivál, hogy Kajszi Fesztivál lett a neve. Immáron a 17. alkalommal került megrendezésre. Kicsit változtattunk a programokon. Annak idején a fesztiválnak a fő momentuma a lekvárfőző verseny volt, viszont az időjárás ugye megváltozott, nagyon csalóka lett, nagyon sok álmatlan éjszakát okozott a szervezőknek az, hogy vajon lesz-e termés, elég lesz-e a barack, tudunk-e az embereknek barackot nyújtani a lekvárfőzéshez, és egy kicsit változtattunk rajta, így főzőverseny lett a fő témája, de a mai napon is ugyanúgy zsűrizünk lekvárokat, otthon készített baraclekvárokat, természetesen pálinkát is zsűrizünk, hiszen Kisfejke híres a pálinkájáról is. A helyi asszonyok idén egy különleges piskóta tekercsvonatot is készítettek. Nagy részét a nyugdíjas klubunk sütötte meg, több mint 10 tekercsel neveztek ők.
egy kis vonat, egy mozdony áll a tekercsek elején, ezt köszönjük szépen az aktív nyugdíjasainknak, akik most már egy éve segítik a települést minden rendezvény lebonyolításában. Ezen a napon még a gyerekeket vártuk ugrálóvárral, körhintával, jumpinggal, csillámtetoválással, arcfestéssel, hiszen a felnőtteknek dolguk volt a délelőtt folyamán. Egy csendes délután után belecsaptunk a közepébe, a kulturális programon 2 órakor kezdődött Kovács Gergővel, aki évek óta visszatér hozzánk, és szeret nálunk fellépni, nagyon jól nyitja a fesztivál hangulatát, és színes programokkal készültünk, minden korosztálynak próbáltunk egy kicsit kedveskedni, így a romatánc csoport is szerepelt. Jelen pillanatban a New Generation táncol, tehát a fiatalokat is megtaláltuk, és várjuk Kunu Máriót, bízom benne, hogy megérkezik. Az est folyamán a neonverebek szórakoztatják a közönséget. Az est fénypontja pedig egy meglepetés retrobuli volt, amit mindenki nagyon élvezett. Ezen a napon olyan vállalkozók is elismerést kaptak, akik anyagilag vagy a munkájukkal segítették a rendezvény megvalósulását. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!